Kelj fel, lusta zsuzsi! Kelj fel, lusta zsuzsi! Kelj fel, lusta zsuzsi! Egész nap aludtál, és semmit nem csináltál. Belefáradtam, te meg csak lustálkodtál. Olyan lusta! Kelj fel, lusta zsuzsi! Kelj fel, lusta zsuzsi! Kelj fel, lusta zsuzsi! Gyerünk, hozz haza pénzt! Kelj fel, lusta zsuzsi! Kelj fel, lusta zsuzsi! Kelj fel, lusta zsuzsi! Egész nap aludtál, és Zsuzsi! Jaj, drágám, ne haragudj, hogy felkeltettelek! Igen, nos, pár perc és odaérünk. Jaj, persze, örömmel elkészítem neked az ebédet. Hát, sziasztok, kedveseim! Nati vagyok! A barátnőm Zsuzsi és én épp a Mészhalmat kempingbe igyekszünk egy lazítós hétvégére. Ma reggel vettem föl. Elég fáradt, szóval hátul szunyókál a lakókocsiban, amíg vezetek. Nem láttam évek óta, szóval azt gondoltam, ez egy tökéletes nap lesz, hogy felidézzük a régi dolgokat. Van egy ötletem? Tartsatok velünk! Mit szóltak hozzá? Gyújts tüzet, Nati! Éhes vagyok! Ó, azonnal, Zsuzsi! Hoznál nekem vizet? És már ha úgyis arra mész, hozz már légy szét kis csokis sütit, rendi? Jó! Nézd, Zsuzsi, szívesen dumálnék itt veled, de látod, hogy épp... Úgy látom, van egy kis sár a lakókocsin. Lennél olyan cukimuk és letakarítanád? Nem szeretném bekoszolni a kezem. Igazából nem az én ötletem ez a lazítós hétvége. Lusta Zsuzsi nem az az igazi jó barátos ném, nem igaz? Erről jut eszembe egy sztori, amit elég rég olvastam. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy férj és egy feleség, akik egy kis kunyhóban éltek az erdő szélén. Matilda azután ment feleségül Hermanhoz, miután annak első felesége meghalt. Ő itt Matilda lánya. Hívhatjuk Lusta Zsuzsinak. És mindjárt meglátjátok miért. Hermannak is volt egy lánya az első feleségétől. Őt Virágnak hívták. Nem kedvellek téged. Ezt bizonyára jól tudod. Megborzongok, valahányszor csak rád nézek. Látom, ahogy sertepertélsz, mindig mosolyogsz, és játszod a segítőkész lánykát. Meg lehet, hogy az apád szeret téged, de én nem. Most eredj! Ki ebből a házból, és tűnj el a szemem elől! Ha egyszer haza szeretnél térni, akkor menj és találj munkát. Keresd sok pénzt. Ha jó sok pénzzel térsz haza, akkor esetleg visszaengedlek, hogy ápold az öregedő apádat. Remélem, jól megértetted, Virág, amit mondtam. Nem tettem ellened semmi rosszat. Nem értem, miért nem szeretsz. De ahogy szeretnéd, elmegyek és keresek munkát. Ne aggódj, apám, visszatérek és hozok pénzt. Szorgalmas vagyok és őszinte is. Visszatérek és gondoskodok rólad. És azzal Virág útnak indult. Ment, mendegélt, minden mikor egyszer csak egy nagy almafához érkezett. Üdvözöllek téged! Tudnál nekem segíteni? Néhány galja már elszáradt, s el kell távolítani őket. Ja, Istenkém, te szegény! Hát persze, hogy segítek neked. Virág megy, mendegél! Virág megy, mendegél! A leány elérkezett a szőlőskertig. Üdvözöllek, kisöd! Tudnál nekem segíteni? Az ágaim nagyon száradak, és el kell távolítani őket.
hogy a szőlő növekedni tudjon, és megoldhassam veled őket. Te jó ég, drága kis növénykém, hát persze, hogy segítek neked. Most nem mozog, ne aggódj, nem fog fájni. Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Üdvözöllek! Örvendek a találkozásnak. A sütöm nagyon koszos. Tudnál nekem segíteni kitisztítani? Hát persze, segítek neked, kedves kis sütöm. Kisuvickollak. Na így, mindjárt jobb is. Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Virág egy kúthoz érkezik. Szép napot neked! Segítenél nekem? A kutam már eléggé kiszáradt. Megnyomnád a bekapcsoló gombot, hogy újra terjedjek vízzel? Ó, szegény kis kiszáradt kút! Biztos nagyon szomjas lehet. Persze, segítek neked! Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Szia! Kérlek, segíts nekem! Nagyon piszkos vagyok. Megmosdatnál és lenyírnád a szőrömet? Hát persze, kiskutya. Segítek neked. Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Azta! Egy tündérház. Mindig meg akartam látogatni egy tündérházat. Ifjú hölgy, tudjuk, hogy fáradt vagy, és eddig is keményen dolgoztál. Nem kell tovább vándorolnod. Dolgozhatsz nálunk, ha kitakarítod a szobáinkat, mind a hatot. De jól figyelj, hogy soha ne lépj be a hetedik szobába. Nos, Virág keményen dolgozott egy ideig, szépen kitakarította a takaros kis tündérházat, de aztán már hiányozni kezdett neki apukája. Kedves tündérek, ne vegyétek sértésnek, de szeretnék már hazamenni. Bár sajnos a mostoha anyám azt mondta, ne menjek haza, amíg nem viszek pénzt magammal. Szóval a tündérek azt mondták Virágnak, hogy lépjen be a hetes szobába, s ott talál majd ezüstöt és aranyat. Ott lefeküdhet, pihenhet, és amennyi ezüst és arany megtapad a ruháján, azt mind megtarthatja. Virág hazavándorol, virág hazavándorol, virág hazavándorol. Apám, úgy hiányoztál. Nézd! Végre van pénzem, hogy gondoskodjak rólad. Ding, 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 ding! Ez az összes pénz, amit hazahoztál? Zsuzsi biztosan többet hoz haza. Zsuzsi! 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 Kelj fel, lusta Zsuzsi! Kelj fel, lusta Zsuzsi! Kelj fel, lusta Zsuzsi! Egész nap aludtál, és semmit nem csináltál. Belefáradtam, te meg csak lustálkodtál. Olyan lusta! Kelj fel, lusta Zsuzsi! Kelj fel, lusta Zsuzsi! Kelj fel, lusta Zsuzsi! Gyerünk, hozz haza pénzt nekünk! Ú, barátaim! Emlékeztek, hány helyen állt meg Virág, mielőtt elért a tündérházig?
Most nézzük, hogy sikerül ugyanez Lusta Zsuzsinak. Na ne, tuti nem segítek. Nem segítek csúnya fáknak. Segíts magadon! Csak nem gondolod, hogy leszedem az elszáradt ágaidat. Most mit fogsz tenni? Sírsz, mint egy kis baba? Egyébként is, ki használ sütőt? Inkább rendelek kaját. Azt szeretnéd, hogy megnyomjam a bekapcsoló gombot? Nyomd meg magadnak! A kutak egyébként is olyan buták. Hé, hátrébb! Utálom a kutyákat. Ha fürdő kell, old meg magad. Hát én nem hiszem el ezt a lányt. Ő nem csak lusta, de még undok is. Úristen! Nos, Lusta Zsuzsi is elérkezett a tündérházig, és találkozott mindegyik tündérrel. És neki is elmondták a tündérek, hogy dolgozzon csak mind a 6 szobában, de nem mehet be a 7. szobába. És mit gondoltok, mit csinált a leányzó? Azt gondoljátok, egyből bement a 7. szobába? Hát igen, bizony pontosan ezt tette. A kis kerékkötő pont ezt tette. De bizony a 7. szobában méhekkel találkozott a kisasszony, akik jól meg is csipkedték annyira, hogy hanyat homlok menekülőre fogta. Hé, kutya! Látom, van egy puha kendőd. Add kölcsön, hogy beborogassam a csípéseim. Nem segítettél nekem? Most megtanulod a leckét. Itt vagy, kút, végre egy kis víz. Nem lusta, Zsuzsi, ebből a vízből nem kaphat. Nem segítettél nekem? Most megtanulod a leckét. Olyan éhes vagyok, megbírnék enni egy elefántot is. Adj egy sütit! Attól tartok, nem, Zsuzsi? Mivel nem segítettél, nem jár neked süti. Most megtanulod a leckét. Szőlő, a kedvencem! Adj egy kicsit! Hátrébb az agarakkal! Neked nem temít szőlőt. Mivel nem segítettél, meg kell tanulnod a leckét. Jaj, mindjárt belemártam a fogaim azokba a piros almákba. Ne olyan gyorsan, Lusta Zsuzsi. Mivel nem segítettél nekem, meg kell tanulnod a leckét. Lusta Zsuzsi hazatért, pénz nélkül, de sok méhecske csípéssel a testén. De akartok valami fantasztikusat is hallani? Virág nem csak aranyat és ezüstöt kapott a tündérektől, de egy kis varázslatot is. Szegény Zsuzsi, tudom, hogy azok a mély csípések fájnak neked, és nagyon csúnyák is. Örömmel segítek neked. Vá, de jó! Eltűntek! A mély csípések eltűntek! Köszönöm, Virág, hogy segítettél nekem. Sajnálom, hogy csúnyán viselkedtem. Hogyan tudok törleszteni neked? Nincsen pénzem, amit adhatnék. Nem kell pénzzel visszafizetned, Zsuzsi. Csak segíts másoknak, ha teheted. Legyél kedves másokkal, és ne légy undok. Ez sokkal értékesebb, mint minden arany a földön. Hú! Hát micsoda egy sztori! Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Nati mesékben. Remélem tetszett a történet. Most, ha megbocsájtatok, megyek. Felkeltem Lusta Zsuzsi barátos némat. Azt hiszem, újra meg újra hallania kell ezt a sztorit. Ráfér, nem igaz? Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig!